Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket, ahogyan missziói munkatervünkben elhatároztuk. A mai alkalmon is vendég igehirdető szolgálatára kerül sor. Evangélizáló jelleggel hívtuk és vártuk nagy szeretettel nagy tiszteletű Varga Róbert, nyugalmazott nagy kovácsi lelkipásztort, ő fogja a mai szolgálatot végezni. Hallgassuk nyitott szívvel a mi élő Urunk közösségében. A mindenható Isten kegyelme legyen mindazokon, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekként énekeljük el a 8. dicséretünk első verszakát. És a 231. dicséretünk első 3 verszakát énekeljük el. Thank you.
helyünkről felállva fohászkodjunk. Köszönjük Istenünk, hogy megígérted azt, hogy elküldöd a te szent lelkedet, aki eszünkbe juttatja mindazt, amit tudnunk kell, legfőképpen a te szeretetedet, igazságodat, irgalmadat, bűnbocsátó kegyelmedet. Mindezzel legyél itt velünk, és te magad magyarázd nekünk, az írásokat kérünk. Amen. Mivel ma Szent Háromság vasárnapja van, az egyik hitvallásos iratunkból, a második helvét hitvallásból olvasok el egy rövid magyarázatot. Hisszük és tanítjuk, hogy ugyanebben a véghetetlen egy és oszthatatlan Istenben elválaszthatatlanul, elegyítetlenül a következő személyek különböztethetők meg. Atya, Fiú és Szentlélek. Mégpedig úgy, hogy az Atya öröktől fogva nemzette a Fiút, a Fiú emberi szóval ki nem fejezhető módon született, Szentlélek pedig a kettővel együtt imádandó, mindkettőtől származik, öröktől fogva. Úgyhogy nincs három Isten, hanem van három, ugyanazon lényegű, egyaránt örökkévaló és egyenlő méltóságú személy, amelyek megkülönböztethetők ugyan tulajdonságaik szerint, és sorrendben megelőzi egyik a másikat, de nem valamilyen egyenlőtlenség alapján. Mert ami a természetüket vagy lényegüket illeti, úgy függenek össze egymással, hogy ez a három egyisten, közös egyisteni természete van az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy itt lehetünk a te színed előtt. Hálát adunk minden sötétségünk, bűnünk és nyomorúságunk ellenére, újra és újra megszólítasz bennünket. Kézen akarsz fogni és vezetni világos utakon. Bocsáss meg, hogy talán pont azért van ez így, mert nem fogjuk a kezedet, nem követünk szívből téged, hogy elfáradtunk, meg megfáradtunk, meg belefáradtunk. Köszönjük, hogy újra és újra szívünkre helyezed, nincsen más utunk, csak veled és általad. Urunk, kegyelettel emlékezünk a hőseinkről, akik az életüket adták azért, hogy mi másképp élhessünk. Könyörülj meg a mi országunkon, amit olyan sokszor megaláztak, kifosztottak, megcsonkítottak, tönketettek, kiraboltak. De köszönjük, hogy létezünk és vagyunk. Köszönjük, hogy te megkönnyörülsz rajtunk újra és újra, és köszönjük, hogy van még házad, ahova mehetünk, és szól a te igéd, amit hallhatunk. Könyörülj meg most különösen a kárpátaljai magyarságon, a fiatalabb és idősebb férfiakon, hogy ne hurcolják el őket a vágóhídra, rejtsd el őket szeretetednél és irgalmatnál fogva, te ezt meg tudod tenni, és mi ezt hisszük és valljuk, hogy így van. Legyél irgalmas velük, hozzájuk kérünk. Te vagy a békesség, Ura, ezt a békességet kérjük tőled belül a szívünkre nézve. Adjál, kérünk, Urunk, békességet a családokba. Hálát adunk neked a termésért az eperföldeken, és egyáltalán a földeken, hogy adtál esőt, hogy amikor kellett, adtál napfényt, a természet csodáért, és azért, hogy még élünk, és ma is itt lehetünk. Áldunk és dicsőítünk, legfőképpen ígédél, szent lelked által. Amen. A harmadikos hittanosok énekszolgálatát hallgassuk meg. Nézd ki a szíved, Jézus, e fény, mert ő az Úr. Csak nézd ki a szíved, érte is őt, hogy ő legyen Úr. Az Úr áldása van te velem, és békesség. Az Úr áldása van te velem, és békesség.
királyunknak. Köszönjük szépen! Helyünkről felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, ahogy azt olvasom a Lukács evangéliumából, a 7. fejezetből, a 11. verstől a 16. vers első feléig. Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Aztán odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, sokszor hallom azt, mikor azt mondják, hogy a halál az természetes dolog, az élet természetes velejárójája, élünk és meghalunk, ez ezzel jár, csak hogy a Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt tanítja, hogy a halál az mindig ellenség, az is volt, az is marad. És a halállal nem lehet megbarátkozni, hiszen nincs olyan nap, hogy ne hallanánk tornádóról, járványról, földcsuszamlásról, árvízről, robbanásról és robbantásról, balesetekről. Mi olyanná tettük ezt a világot az Isten nélkül, hogy arat a halál, nem is lehet másképpen. Mit cselekedett Jézus Nainban? Ezt egyedül Lukács evangélista írta le, ez az úgynevezett saját anyaga Lukácsnak. Nain a tengerparthoz képest egy kicsit magasabban fekvő terület volt, mint a nagy vizek mellett, itt is egy picit megemelték a szigeten a temetőknek a magasságát, hogyha árvíz van, rá lehetett látni a városból, mert magasabban fekvő település volt, arra, hogy mi történik a környéken. A városfalon kívül voltak a temetők, és oda vitték ezt a fiatal fiút, aki meghalt. Testvérek, a temetőbe senki nem akar menni. Oda mindenkit visznek. Ez mindig is így volt, és így is lesz. Jön a gyászmenet egyik irányból, és jön Jézus és a tanítványai a másik irányból. És a kettő találkozik. Kevés olyan emberről olvasunk a Bibliában, aki nem kér Jézustól semmit sem, amikor találkoznak. A naini özvegy ilyen volt. Jön szembe Jézus, ő megy a fia nyitott koporsója mellett, találkoznak, és nem kér Jézustól semmit sem. Özvegyként, magányosként a legrosszabb dolog történt vele, ami történhetett. Ha meghal a fiú, ha így élnek, hogy anya és fia, akkor a család fenntartót veszítette el. És a legtöbb esetben nem volt szociális gondoskodás, meg öreg otthon, meg ilyenek, kirakták az utcára. Vagy tudott koldulni, és akkor nem halt éhen, vagy ott kellett elpusztulnia nyomorultul a nyomorban. Ez az asszony ott a halottas menet élén, a fia halála által olyan ütést kapott, ami nagyon mély és nagyon erős volt. Hogyha hallott is valaha valamit Jézusról, valószínű nem igen foglalkozott vele, csak arra tudott figyelni, ami történt. Vigasztalhatatlanul magára maradt, egyedül maradt, mint nagyon sok ember, akinek az egyetlen hozzátartozója meghal. Ezért kell nagyon megbecsülni a testvéreinket,
a családtagjainkat, amíg még élünk, és amíg még élnek. Mert annyira rövidre van szabva az idő, hogy el sem tudjuk képzelni. Emlékszünk pár nappal ezelőtt? Beültek egy motorcsónak beverőcénél. Az utolsó szelfit, fényképet ellőtték és elküldték. És egy kivételével soha többet nem szálltak ki belőle. Ki gondolta volna? De a halál az mindig így jön, vagy nagyon sokszor, hogy egyáltalán nem gondolunk rá. Mindenki ismerhette őket a városban, és azt is tudta mindenki, hogy a halottat páróvál a halálását után, de napnyugta előtt ki kellett vinni a városból, bekerítette, ember lakta a helyen, nem volt szabad temetést rendezni. Egy ilyen kisvárosban különösen ügyeltek erre, mint ahogy itt is a szigeten, hát szinte mindenki mindenkit ismer. És tudjuk, halljuk, hogyha valaki meghal valahol, bejjebb, kijebb vagy a másik oldalon, azért nagyjából tudjuk, hogy kik laknak itt, és ismerünk sokakat, ha nem is mindenkit. Az ilyen kisvárosokban különösen ügyeltek arra, mint Nain, hogy a bejárati kapukat szűkre építsék. Egyszerre egy ember félt át azon, hogy könnyen lehessen beszedni az adókat, ennek ez volt a célja és értelme. Most azonban ez a torlódás nem emiatt van, hanem valami egészen más miatt. Azért is kísérik olyan sokan ezt a gyászmenetet, mert számukra is megrendítő volt ez az eset, hogy az özvegyasszony egyetlen fia halt meg. Nehéz az élet most is, nem könnyű. Hogy eszembe jutott, miközben néztem ezt a szép tál epret, mennyit kell ezért hajlongani, vagy letérdelni? Mennyit kell gondozni, ápolni? És hogy figyelik azok, akik részben ebből is élnek, hogy jön jégeső, vagy nem jön, megmarad a termés, vagy elveri a jég, vagy mi lesz vele, és egyáltalán nem jönnek-e férgek, amik megrágják, és így tovább. Mennyi mindent tudunk, miatt tudunk mi aggódni? Akkor is nehéz volt az élet, sokkal nehezebb, mint most, bizonytalanná vált az özvegyasszony élete. Olyan elképesztő ez a kép, hogy a temetési menet tart kifelé, Jézus meg a tanítványok tartanak befelé. Egyszerűen azért van ez a találkozás a kapuban, és ez nem volt véletlen, mert az életben nincsenek ám véletlenek. A világ túl kicsi ahhoz, hogy Isten meg a véletlen megférjenek, meg a sors együtt. Tud mindenről az Isten, nem mindent Isten akar, van, amit Isten megenged, de tud mindenről. Jézus nem csak úgy arrafelé járt, nem csak úgy gondolta, hogy el kellene mennie Nainba, hanem az Atya küldte oda. Miután Kapernaumban csodát tett, meggyógyította a százados szolgáját, nagy sokaság követte őt. 50 kilométert gyalogol, azért az nem kis táv, mintha innen elmennénk a Velencei tóig, majdnem. Nagy távolság. Kicsit kevesebb a Velencei tó, de ez egy elképesztő távolság olyan körülmények között, ami bizonytalan volt. Egy halott és az élet fejedelme találkoznak egymással Isten akarata szerint. És ez mindig így van, ma is így van. Csak Isten látja, hogy kinek mi van a szívébe. Öröm, bánat, lemondás, elkeseredtség, legyintés, hogy ugyan nem törődik velem az Isten, mert ha igaz lenne, hogy törődne, akkor nem ilyen helyzetben lennék, könnyen kimondom Istennel kapcsolatban dolgokat, és pont ez a történet bizonyítja azt, hogy ez egyáltalán nem így van, ahogy mi sokszor Istenről gondolkodunk. Jézus mellett soha nem süllyedhetünk olyan mélyre, hogy ne találkozhatna velünk, és meg ne találna minket. És addig nem is találkozott Jézus és a Nain ifjú, mert talán a rövid élete során ez a fiatal mindent megtett azért, hogy elkerülje Jézust, lehet, hogy hallott róla, de külsőbben nem érdekelte, de most semmiképpen nem kerülhették el egymást. És ez az Isten gondoskodó kegyelme és szeretete. Négy férfi vitte ezt a nyitott koporsót, ez egy kicsit olyan volt, mint egy sarogja, és azért azt ne felejtsük el, hogy felénk mindig Jézus teszi meg a hosszabb utat. Sok feltámasztás történet van a Bibliában. El kell dönteni, hogy elhisszük mi ezeket, vagy itt megáll a
történet, és azt mondjuk, hogy igen, hát én szeretem Isten, hiszem, hogy a Biblia Istentől van, de az, hogy egy halottat feltámasszon, akit visznek ki a temetőbe, meg Lázár, aki már, akinek már a halott szagát lehetett érezni, és hogy ott Jézus közbelép, azért álljon meg a mellett. Józanodjunk ki, 2024-ben vagyunk, csak nem gondolja valaki komolyan, hogy ez ott akkor megtörténhetett. Csak hogy el kell dönteni, hogy igaz, amit a Szentírás mond, vagy nem. Mi lesz veled, ha minden igaz, ami a Bibliában van? Mi lesz veled, ha minden igaz? Az első szótól az utolsóig. Ott van a szívedben? Ez az élet utáni vágy? Az új élet utáni vágy? 50 kilométert tesz meg gyalog. Ezért az egyetlen egy emberért Jézus. És még a halál sem volt akadály abban, hogy azt, amit ezzel a fiatal emberrel el akart érni Jézus, azt megtegye. Értsük meg, hogy az Istennek tényleg minden lehetséges. Egyszer nincs akadály, nincs olyan, ami ne lenne neki lehetséges. Az egy másik kérdés, hogy miért nem tesz meg valamit, vagy miért enged meg valamit. De mindig övé a kezdeményezés. Tőle indul ki itt is a halál helyett az élet. Felőle árad felénk az élet ereje, lellete, csodálata. Nain szó azt jelenti, ennek a városkának, falucskának a neve, elnevezése, szeretett, kedvelt. Utal arra, hogy szerette ezt a fiatalembert Jézus, és szerette az édesanyját is. De akkor miért hagyta, hogy meghaljon? Mondják az okoskodók. Nem tudjuk. De meg akarta mutatni az Isten dicsőségét, történt, ami történt, de közbelép, és valamilyen más irányba viszi el a dolgokat. Halál állapotában van, mondja a Szentírás, az, aki nem hisz Jézusban. Utána néztem itt, ahogy láttam, van református, katolikus, zsidó, baptista temető. A közelben sokféle felekezet temetője van. Kicsit arrébb vannak a ortodoxok, stb. Az országban meg pláne. De újra mondom, hogy ide legfeljebb látogatni megyünk, olyan értelemben, hogy virágot tegyünk, vagy megemlékezzünk a szeretteinkről. És ez helyes dolog. De minden nappal közelebb vagyunk mi magunk is a temetőhöz. És azért ez nem olyan felemelő érzés, nem? A Szentírás világosan tanítja, hogy az Isten nélküli élet lassú, halottas menet a temető felé. Hol vannak azok, akik 150 évvel ezelőtt itt éltek? Mind itt, vagy máshol. Porladnak. Por és hamu, ahogy azt Isten mondta. A városkapun megállt a menet, és mondtak pár szót a halott érdemeiről, szeretteit próbálták vigasztalni, de igazi vigasztalás Naimban se volt, ahogy nincsen emberi vigasztalás. Az idő nem gyógyít be semmit, jól esnek a kedves együttéző szavak, de a gyászunkban vigasztalást adni csak az Isten tud. Vitte a négy vállas ember, ahogy mondják, ezt a halottat, aki nem tiltakozhatott, nem tehetett ellene semmit, vitték, ahova inniük kellett. Pontosan így van ez az ember életében, amíg Isten nélkül él. Nem oda megy ám, ahova akar, viszik a divat irányzatok, a divat hullámok, az áramlatok, a pártpolitikai irányzatok. Valaki mond valamit, és összegyűrik a tömeg, hogy hát ha nem ő, ki tudja. Visz ilyen, olyan, amolyan irányzat. A filozófia, saját indulat, a test, a szexualitás, a vér, a természet. De nem oda megy az ember, ahova akar, hanem sodródik. Én emlékszem, hogy az egész keresetemet odaadtam egyetlen egy kék farmerért az ecseri piacon. Hogy én is ugyanolyan legyek, mint a többi. Mert hogy az is uniformis voltam annak idején. Mindenki kék farmerben feszített. Aztán a Korvináruházba elkezdték kiszállítani a magyar farmert, ami azért nem volt olyan, mint amit külföldről hoztak be. Vitt a divat irányzat, és ez emberi dolog, de mégis így van. Egy fiatal ember meghalt, és élete során talán sok mindent csinálhatott. Átéletet, de lezárult a lehetőségek sora. És mi már tudjuk, hogy nem az hal meg, aki fiatal vagy öreg, hanem az, aki soron van. És ez nagyon fontos igazsága a Szentírásnak. Biológilag azt mondja a Biblia, a szervezetünk, a lényünk működik,
De a hit szempontjából az, aki nem hisz Jézusban, a halál állapotában van. A Szentírás a halál szót használja az istentelenség állapotában lévőkre is. Ezért ez a mai történet minden ember története az Isten nélkül. Két dolog lehetséges. Vagy menetelünk a szó fizikai értelmében a halál felé, és a lelki értelemben is, az istentelenségben élve, vagy pedig valaki hisz Jézus Krisztusban, és akkor az élő csapatában, gyülekezetében van. Amíg valaki nem hisz, oda megy, ahova viszik lelkileg, erkölcsileg, cselekedetei, szavai, vagy valaki más. És mindig Jézus teszi meg a hosszabb utat felénk. Elhagyta egyszer a csillagmilliárdokat, eljött erre a földre, megszületett karácsony éjszakáján, meghalt a Golgotán azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk, és visszataláljunk az Istenhez. Ott hagyott mindent, hogy minket megmentsen. Pontosan odaérkezik Naimban, ahol találkozni lehetett ezzel a menettel. Jézus soha nem téveszti el a dolgokat. Ez így van ma is. Valamilyen módon, sokszor látom ezt a lelkigondozó beszélgetések során, valamilyen módon mindenkit keres az Isten. Mindenkivel kapcsolatban azt akarja, hogy megtalálja őt az élet forrása. Mit tudunk még meg erről a találkozásról? Ezeket a dolgokat. Meglátta az özvegyet, megszánta őket, megszólította őket, és csodát tett. Úgy döntött Isten, hogy eljön Jézus. Nem azért, mert megérdemeljük. Nem azért, mert jogunk van, hogy segítsen rajtunk. Nem azért, mert adakozunk, vagy templomba járunk, vagy valami tisztségünk is van akár, hanem egyszerűen azért, mert úgy szerette ezt a világot, hogy elküldte, odaadta az ő egyszülött fiát, Jézust. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az első tehát, hogy Jézus lát minket. Hogy meglátta ezt az üzői asszonyt, a halott fiatalembert is. Hány gyereket és fiatalt keresnek? Egyszer odajött a nagykácsi parókére egy kétségbe esett házas pár, hogy elindult a gyerekük az iskolába, aztán jött volna előkészítőre, de se otthon nincs, se az iskolába, és mondtam, hogy itt sincs. Eltévedt valahogy. Eltévedt, és nem talált oda, ahova indul. Hány ember kóborul így, Isten nélkül ebben a világban? Gazdátlanul, hontalanul, elszakadva mindentől, ami fontos, Isten szerint az életünkre nézve. És Naimba pont akkor érkezik Jézus, amikor kellett. Figyeljük meg, soha nem késik el. Nem az történt, hogy a Samária asszony már ott volt a kútnál, vette a vizet, föltette a fejére, elindult haza, és aztán fél óra múlva megérkezett Jézus, de az asszony már nem volt sehol. Nem. Ő mindig időben érkezik. Tanulhatunk tőle pontosságot. Mert Jézus mindig mindenhova időben érkezett. És nem volt kényszer ott a kútnál sem, meg nem volt soha sehol kényszer. Jézus mindig felajánlja a lehetőséget, a hit ajándékát. Ha akarja valaki, írja a János evangéliumba, akkor cselekedheti Isten akaratát, ha meg akarja ismerni azt. A második, ami kiderül, hogy megszánta Jézus ezt az asszonyt. Nem kér már semmit, ahogy erről volt már szó. Egyfelé tudott nézni, lefelé a halott fiára. Semmi mást nem látott. Szó szerint nem bírta a tekintetét felemelni. Sokszor vagyunk így, hogy úgy feladjuk a dolgokat, és azt mondjuk, hogy itt már az Isten sem segített. Itt már senki nem segített. És sokszor pont akkor lép az Isten, amikor mi végre leteszünk minden fegyvert. Föltesszük a kezünket, nem akadályozzuk őt abban, hogy cselekedni tudjon. Hányan kaptak ilyen ütést? Most emlékezünk azokra a hősökre, akik meghaltak a világháború során. Milyen lehetett akkor egy családban? Ott maradt a férj, ott maradt a két vagy három fiúgyerek, és ott maradt az asszony egyedül. Pont úgy, ahogy ez az özvegyasszony. Jézus jön, megszán, a háborút nem ő akarta. Most sem akarja, senki ne tévedjen. Isten a békesség oldalán van, és a béke oldalán. A háborút az emberek az Isten nélkül kezdik el, de nem tudják befejezni. Látjuk ezt világosan. Ezért fontos, hogy könyörögjük sokkal komolyabban,
hogy ne kelljen megint fiatal emberek sírjánál megállnunk majd. Világos? Imádkozzunk sokkal többet azért, hogy könyörüljön meg Isten ezen a békétlen világon. Azt mondja Jézus az asszonynak, hogy ne sírj. Nagy csönd lett, amikor rabbi megérkezett. A hírét már hallották. Megáll a tömeg, és megszólal Jézus, ne sírj. Tisztán, világosan, reménységgel a hangjában. Olyan kedves üzenet ez mindenkinek. Van, akinek befelé folynak a könnyei, kívül semmi nem látszik. Befelé nyeli, mert nem bír azzal a problémával, nehézséggel, bajjal, ami ott van a szívében. Kedves üzenet ez a megszomorodottaknak, a gyászolóknak, a háborúban szerettüket elvesztett családtagoknak, a magukba roskadtaknak, a megfáradt, elfáradt, reménység nélkül élő embereknek. Erre mindnyájunknak szükség van ideink. Időnként, hogy vigasztaljon, bátorítson az Isten, hogy ne sírj, ne félj. Én vagyok, mikor megy Jézus a tengeren a tanítványok felé. Én vagyok az, én tudok segíteni. Az, hogy Jézus megszólal, önmagában már vigasztalás. Aztán történik valami egészen döbbenetes. Oda megy a koporsóhoz, és megérinti a koporsót. Ez zsidó vallás szerint azt jelentette, hogy Jézus abban a pillanatban tisztátalanná lett. Megérintett egy koporsót, benne egy halottal. Vallás értelemben kizárta magát a templomi istentiszteletről. Abban a pillanatban tisztátalanná lett. Oda megy, hozzányúl a koporsóhoz, megszólal, megérinti őket, és azt mondja, amire leginkább szükség van. Hányan élnek ma is úgy, hogy nem bírnak már fölfelé nézni. Ha ez így van, akkor nincsen Isten. Nem igaz. Isten öröktől fogva van, és most is létezik. Ne sírj. Van vigasztaló. Jézus felment a mennybe, elküldte az ő szent lelkét, és azt mondja, ha valaki hisz ő benne, ha meghal is, él az. Ez az asszony úgy kapta vissza a fiát, hogy nem kért semmit Jézustól. Belerokkan a fájdalomba, a reménytelenségbe. Nemrégen mondta valaki, hogy tiszteletes úr, én már csak akkor tudok sírni, amikor nagy anyagi veszteség ér. Borzasztó, nem? Már semmi nem megy át a páncélon. Nem keményedtél meg? Nem váltál kérges szívűvé? Hogy téged már semmi nem tud meghatni. Annyira kell őrizni magad, annyira bezárkóztál, nem engedhet, hogy akár Isten is áttörje a falat. Már semmi nem rendít meg. Van valami megjegyzés, vacsorázunk, még egy szelet a kolbászból, és közben előttünk a képernyőn agyonlőnek három embert. Hát, kirendül ebbe bele. Megmutatják a fölcsúszamlást, húzzák ki a halott gyerekeket, ugyan már, és aztán befejezzük a vacsorát, és kikapcsoljuk a tévét, vagy az internetet. Milyennél lettünk? Milyennél lett a szívünk? Ezt akarja megváltoztatni Isten. Tényleg temetés kell ahhoz, hogy tudjál sírni? Tényleg temetés kell, hogy tudjál sírni? Ennyire mélyre kell Jézusnak nyúlnia szívünkbe? Időnként úgy tűnik, semmi más nem segít rajtunk. Sokszor tényleg az kell, hogy meghalljon egy terv, elhaljon egy remény, meghalljon egy magzat, elveszten egy nagyobb összeg, és akkor tudunk sírni. Egyébként keményre cselződött a szívünk, és semmi nem rendít már meg. Jézus mindig arra válaszol, ami a szívünkben van. Itt a száj nem kiáltott az asszonynál, de a szív igen. És Jézus ezt meghallotta. Mert ő úgy is tud velünk kommunikálni, hogy mi talán nem tudunk már semmit sem mondani. Az is imádság, ha felsóhajtunk. Tudod, Uram, és ő tudja. Pontosan tudja. Azt mondja a Szentírás, hogy amit szem nem látott és fül nem hallott, amit ember szíve meg sem gondolt, azt készített el Isten azoknak, akik szeretik őt. És a negyedik, ami kiderül ebből a részből, csodát tett értük. Azt olvassuk, hogy megszólal Jézus, és azt mondja, ifjú, neked mondom, kelj fel. Jézus semmilyen halottól nem irtózik, ami halálos tévedésénktől, sem a fizikai, sem a lelki halottaktól. Azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Belátod? Én látom a lelki gondozás során
akkor lehet segíteni, ha valaki belátja, mi az, amit csinált. Ha valaki belátja, hogy nem bír az alkoholtól szabadulni. Belátja, hogy alkoholista. Ki mondja, onnan elindulunk, és onnan tud szabadulást adni az Isten. Mert amíg valaki tiltakozik, hogy én akkor hagyom abba az ivást, amikor akarom. Nem igaz. Mert akkor mi nem hagyja abba. Akkor teszem le a cigarettát, amíg akarom. Ez se igaz. Akkor tedd le. De nem tudod, mert rabok vagyunk bizonyos megkötözöttségekben. Valaki ezt írta erről a történetről, és szenzációs, amit írt, hogyha végignézzük a Bibliát, Jézus soha nem temetett senkit. De minden temetést, ahol ott volt, elrontott. Döbbenetes megállapítás. Tényleg így van. Hát itt is szépen elkészítettek mindent, oda tették a köveket, meg ha volt virág, fel volt öltöztette ez a fiatalember, jön Jézus, és ezt a gyászmenetet elrontja, idézőjelbe. De hát nem erről van szó, tudjuk. Ő sose temetett, de mindig feltámasztott. És ez most is így van. Mi már eltemettünk reménységeket, lehetőségeket, talán a családtagokkal kapcsolatos dolgokat, meg a rokonság az, én apám soha nem fog megváltozni. Honnan tudod? Honnan tudod, mi van az Isten tervében? Az Isten egyedül az, akinél a lehetetlen lehetséges. Olyan szépen, jól és méltóság teljesen megrendezték Járós lánya halálán is. Zajonganak, zokognak a fizetett sirató asszonyok ott a leányka mellett. Minél hangosabban, hogy jól megszolgálják a bérüket, bemegy Jézus, és azt mondja, csukjátok be az ajtót, ti meg menjetek ki. Neked mondom, lányka, kelj föl. És föl kell. Beszól Lázár sírjába. Lázár, gyere ki. Uram, de hát már szaga van. Nem kérdés. Mert ő az élet ura. Mennyire hisszük ezt? Hol állunk mi ezen a szinten, vagy más szinten, vagy mi az, amit hiszünk? Igaz minden szó. Ebből a temetési menetből Jézus közbeavatkozása csodája után diadalmenet lesz, és lett. És mindig ezt akarja az Isten. Hogy ugrándozhattak, és dicsőítették az Istent, nem? Micsoda újongással kísérik vissza, és még nem értek ki a temetőbe, csak a kapunál voltak. Megfordul a menet, és a fiatal ember megy az élén az anyjával. Döbbenetes. Igen, ahol megjelenik Jézus, ott megjelenik az élet. Viszik ki a temetőbe, és saját lábán megy vissza. Ezt csak az Isten tudja elvégezni. A menetet kísérő zenekar már az is volt, furuljáztak és doboltak, talán még egy ideig játszotta a gyászzenét. Döbbenetes ez is. És látják, hogy valami nem stimmel. Odalent ők hátrébb voltak. Kísérték a végén a menetet. Valami kavarodás meg porhel felül van az elején. És akkor szólnak nekik, hogy hagyjátok már abba. Elképesztő. És egyszer csak elkezdenek mást játszani. Milyen az ember, nem? Egy szempillantás alatt megfordul. Felborul minden, és ez mindig így van. Ahol valahol Jézus beleszól a dolgok menetébe. Akit ő megszólít, megvigasztal, megérint, hogy gyökerestől megváltozik minden. Él az ifjú. Halott volt, és most él. Jön ez a vándorrabbi, megszólítja, megérinti, felkel, és a saját lábán megy vissza a városba. Milyen az, amikor megoperálnak valakit agydaganattal? Jól sikerül a műtét. Véget ér a kezelés. Kijön a kórház ajtaján. Beültetik az autóba, és hazaviszik. Micsoda diadalmenet, nem? Még egyszer mondom. A halál ellenség. Örök ellenség. Van, mert föllázadtunk az Istennel szemben. Por és hamu lesztek, és visszatértek a földbe, amelyből vétettetek. És itt nincs kivétel. Mindnyájan meghalunk. De kérdés, hogy az élők menetében vagyunk-e Jézus mögött, vagy pedig Jézussal szemben a halálmenetben. Eszembe jut valaki a másik gyülekezetből, Pasarétről, ahol korábban szolgáltam, elmondta, terelték őket a Dunapart felé. Itt volt a sárga csillag. És egyszer csak valaki odalépett, egy katonával, odaadta kísérőknek a keretlegényeknek a svéd menlevelet, és kiszedték a sorból. És el tudta mondani, mert hogy túlélte. A halálmenetből kivették.
Jézus kivest minket hitáltal a halál menetből. Olyan szép az az ének, amit szoktunk énekelni. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Kit halál elragadott, feltámadott, örvendezzünk, vigadjunk. Ez minden hívő keresztének a reménysége. Egy valamit azonban mindenkinek tudni kell, hogy vagy a halál menetében van, vagy az élők menetében. És ha most megkérdezném itt bármelyikünket, hogy te nős vagy? Hát ha nős, akkor azt mondja, hogy igen. Férfi vagy? Ha férfi, akkor azt mondaná, hogy igen. Ezt lehet tudni. Miért gondoljuk, hogy akkor ezt nem lehet tudni, hogy Jézushoz tartozom, övé az életem, az élet menetébe vagyok, vagy pedig nem. Vitetnek, a temető felé mész, saját lábadon, a széles úton, a nagy tömegben, vagy Jézus érintése után a halál menetből átkerültél az élők menetébe. A Jézussal való találkozás, a benne való hitrejutás után ez az átkerülés, átállás megtörténik. Ha pedig így van, akkor azt mondja a Szentírás, hogy öröm van a mennyben, az angyalok színe előtt egyetlen bűnös ember megtérésén. Nem akarsz örömet okozni a mennyben az angyaloknak? Meg a családnak is, hogy kaptak egy megváltozott férfit, egy teljesen megváltozott feleséget, egy megváltozott természetű gyereket, nagymamát, nagypapát, kollégát. Lehetséges, mert az Istennél minden lehetséges. Kifelé vagy befelé tartasz, halálmenetben vagy az élők menetében. Mi az utolsó mondat? Félelem fogta el mindnyájuk. Na de miért? Na miért félnek? Mert rádöbbentek, hogy ha valaki a halott ifjút fel tudja támasztani, akkor az mindent tud és mindent lát. Belelát az életükbe. Kezében van az élet és a halál. És azt mondják, hogy nagy próféta támad köztünk, meglátogatta Isten az ő népét. Mi ezt úgy szoktuk mondani, főleg vidéken, hogy meglátogatta őt az Isten. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy tényleg ott volt az Isten dicsősége. És ahogy ő mondta, Jézus, veletek maradok, ha hisztek bennem, a világ végezetéig minden napon. Ébredj fel, aki alszol. Támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. Énekeljük el a ráfelelő énekünket helyünkről felállva. 231. dicséretünk 5. verszakát. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te vigasztaló, bátorító és reményt keltő szavaidat, a Te igédet. Köszönjük, hogy Te soha semmit nem akarsz elrontani, de mindig mindent megteszel azért, hogy megtaláljunk Téged, az élet forrását. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy olvastatunk arról, hogy még az is előfordult, hogy szembe mentél egy halálmenettel, és kihoztál valakit, többeket a fizikai halálból. Köszönjük, hogy ma is azért jöttél ide, hogy kihozzál többeket a lelki halálból, hogy bátoríts minket, hogyha kell, letöröld a könnyeinket, és örömmel töltsd meg a szívünket. Kérünk, add a szívünkbe a reménységet, a hálát a termésért, a gyümölcsért, a földért, az életért, azért a világért, amit olyan csodálatosnak teremtettél. Add nekünk a vigasztalás lelkét. Köszönjük ezt a két bátorító szót is. Ne sírj. Köszönjük, hogy Te velünk vagy a világ végezetéig, ahogyan ígérted azt. Szeretetednél, irgalmadnál, bűnbocsátó kegyelmednél fogva. Áldunk és dicsőítünk ezért. Amen. Imádkozzuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Bizonyságul hívom ma ellenetek a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Választ azért az életet, hogy élhess. Amen. Hálás szívvel köszönjük az élő ige hirdetését Varga Róbert tiszteletes úrnak. Köszönjük, hogy eljött, közénk gazdag áldást kívánunk a szolgálatra, család életére a továbbiakban is. Vigyük el szívünkben az üzenetet, azért adta a mi atyánk, hogy valóban munkálkodjon ez az üzenet az ő lelke által mindnyájunkban. Szeretettel kívánunk e helyről is áldást gyülekezetünk gazdáira és epertermelőire. Köszönjük a felajánlott kóstolót, amely majd itt a kiáratnál található. Adjon az Úr erőt, kitartást és reménységet munkájukhoz. A 126. Zsoltárral kívánjuk ezt. Akik könnyezve vetettek, újongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezik, mikor kévéit hozza, legyen áldása testvérek életén. Szeretettel hirdetem, hogy jövő vasárnap keresztelő lesz Illés Balázs és Nagyházú Szabina tehitótfalui szülők Boglárka nevű első gyermeke fog a keresztség szentségében részesülni. Szeretettel kívánunk életükre áldást. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Túróci Sándorné Bakos Gizella testvérünk 75 esztendős korában elhunyt, temetése tegnap 11 órától volt. A vigasztalás igéi a 37. Zsoltár 4. verséből szóltak így: gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Kis Ferenc testvérünk elhunyt, temetése jövő szombaton június 1-én 11 órakor lesz. Vigasztalódást kívánunk fájó szívű családtagjai életére. Emlékharangokat is hirdetek, melyek a feltámadás reménységét zengik a fájó szívek felé. 25-én tegnap szólt 3 vers Jankó Zoltán halálának 13. évfordulóján. Ma a déli harangszót követően a hősök emlékére fog szólni az emlékharang. 30-án csütörtökön pedig 2 emlékversen fogunk emlékezni Kristóf Mihályné Dudás Lídia testvérünkre halálának a 2. évfordulóján. Legyen áldás elhunyt szeretteink emlékén és a rájuk emlékezőkön.
Köszönettel hirdetem az adományokat. Köszönjük tehát az EPER felajánlást az EPER termelő gyülekezeti tagjainknak. Emellett köszönjük a felajánlásokat Isten dicsőségére egy család 10 000, egy család 7 000, egy család 10 000, egy nőtestvérünk 20 000 forintot, ifjúsági misszióra egy család 10 000 forintot, temetőgondozásra egy család 11 000, egy nőtestvérünk 10 000 forintot ajánlott fel. Köszönjük a felajánlásokat és a pershelyekbe elhelyezett adományokat is, áldja meg az Úr jókedvű és bőkező adakozókat. Hittanos táborunkba hívogatunk, a Váci révnél tartjuk általános iskolásoknak július első hetében. A részvételi díj 10 000 forint, ebben a hónapban lehet még jelentkezni. Szeretettel hirdetem ma is, miután most már végképp aktuális, hogy miután ma Hősök napja is van, ezért szeretnénk megemlékezni a 110 esztendeje kitört első világháborúról, illetve a 80 esztendeje elkészített és felállított hősi emlékműről településünk főterén. Szeretettel várjuk tehát az érdeklődőket, az istentiszteletet követően megyünk át a gyülekezeti terembe egy nagyon tartalmas kiállításra, amelyen a megnyitás szolgálatát Vukics Ferenc alezredes fogja majd végezni, illetve az emlékműnél a megnyitót követően koszorúzni szeretnénk, az emlékműnél megemlékezik Gészalai István tiszteletbeli presbiter. A kiállítás megtekinthető most, illetve majd a lelkészi hivatal nyitvatartási idejében, és természetesen az alkalmakat követően 2 héten keresztül buzdítjuk a testvéreket elsősorban is az imádságra, a békéért, illetve hogy ezen a megemlékezésen is gondoljuk át, hányadán is állunk a mi nemzetünkkel, és hogy hol van a helye a hitünkben ennek a kérdésnek, mert ennek is megvan a maga helye, nem kell a sötétben tapogatóznunk. Végül az alkalmakat hirdetem, ma délután 2 órától nem lesz imaóra, kedden 6 órától azonban férfikört fogunk tartani, szerdán 9 órától a másik bibliaóránk tartja majd az alkalmát. Pénteken 10 órától babamama kör lesz, délután 4-től palántakör, 6-tól pedig ifjúsági alkalom. Mához egy hétre 10 órától istentisztelet, vele párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet lesz. Legyen a mi Urunk áldása gyülekezetünkön. Szeretettel hirdetem még a záró éneket. A záró énekünk a 801. dicséretnek a 2 verse lesz. Ez egy olyan ének, amely újonnan került be ide az énekeskönyvbe, azonban nagyon illik az üzenete, az ige üzenetéhez, amelyet most kaptunk a mi Urunktól, és énekeltük is már ezt az éneket, egy nagyon bensőséges ének, úgyhogy azt remélem, hogy kinek-kinek a szívében, lelkében ez nagy segítség lesz. Tehát a 801. dicséretnek mind a 2 versét énekeljük. Szívből köszönöm, Uram, az életet!